Én először is pontosítani szeretném, hát a vörös ösvények ez olyan, mint a dodó. Mert ez nem az a vörös ösvények, tehát nem sok magyar van benne, a végén lesz egy picike. Ez egy informatikai természettudományos, nem is projekt, ez egy módszer, amit szeretnék nektek bemutatni. És akkor most megkeresem gyorsan, remélem, hogy... megvan, itt van fönn. Igen, köszönöm szépen. Jó, és akkor... Tehát tulajdonképpen egy módszert szeretnék bemutatni, amin évek óta dolgozom, egyre jobban finomítom, és most úgy érzem, hogy elértem arra a szintre, hogy nagyon szívesen megosztom másokkal is, és a végén természetesen lehet megkeresni engem, akkor itt egér, igen, megvan. Jó? Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy én a kiírásnak megfelelően abban gondolkodtam, hogy hogyan segítsek a gyerekeknek egy tanulási útvonalat, hogyan tervezünk meg közösen, és ennek a mentorálásában próbálom őket segíteni. Maga a célom az volt tehát, hogy a tanulóknak az ismert elsajátításához elméleti, illetve gyakorlati tananyag elsajátításában is segítsek, és egyéni tanulási utakat alakítsunk ki. És a végén eljussunk addig, hogy a önálló tanulási technikákat megtanulják és alkalmazni is tudják. A kiinduló problémám igazából az volt, hogy informatika tanárként nincsen könyvem, amióta tanítok 25 éve, nem volt tankönyvem, tehát én raktam össze a tananyagot a éppen aktuális kerettantervért, a helyi tanterv alapján. És mi az, ami ideig vezetett? Hát 2012-ben készítettem először azt a honlapot, ahová tananyagokat folyamatosan fölrakom, illetve ezt használ, és adóta használunk digitális osztálytermet is. Én abban az évben egy osztályban kipróbáltam a fordított osztálytermet is, az egy nagyon jó motivált osztály volt, ott nagyon jól működött, azért nem mindenhol sikeres ez. A következő indítatást a tavalyi Finnagórán találkoztam Pekka Peurának, illetve magyar vonatkozásban Klacsákné Tóth Ágota ötletével. Ők matematika, középiskolás matematikára dolgoztak ki egy olyan önértékelő táblázatot, ami nekem segítséget adott a mostani munkámhoz. Ezt én átalakítottam saját tantárgyaimra, nem csak az informatikára, és általános iskolások számára kezelhető módon. Tulajdonképpen az igény az volt, hogy szükség volt egy komplex rendszerre, ami ott kezdődik, hogy a tanulási folyamatot, tehát átlássuk az egész tanulási folyamatot, a tananyag átadásától egészen a visszajelzésekig, illetve az értékelésig. Tehát ezek voltak az előzmények, és hogyan is indultam el. Először is készítettem egy honlapot, aminek www.irinet.hu a címe. Ide tartalomjegyzők szerűen felrakom a 4 évfolyam anyagát, témákba rendezve, órákra lebontva. Ez úgy néz ki, mint egy tartalomjegyzék, és erről tudnak elindulni a gyerekek. Biztosítás van, tehát alul lehet választani egy olyan lehetőséget, hogy a tanuló jelezzen nekem, illetve megkeressem. Így az információ áramlás nem egyirányú lesz. Maga a honlap, tehát így indul, így néz ki. Látjátok, hogy biológia, illetve más tantárgyak is szerepelnek rajta. Egy-egy témába soroltam föl, a témába raktam össze a tananyagot, és most eljutottam addig, mert rájöttem arra, hogy nagyon fontos, főleg a kicsiknek, hogy pontosan lássák és tudják, hogy hol tartanak a tananyagban, hogy ki is írom, nem csak narancssárgával jelölöm az aktuális tananyagot, hanem ki is írom, hogy éppen ki hol tart. A következő lépés az volt, hogy készítettem egy tananyagos oldalt, amit minden egyes oldalról, minden egyes óráról elérhetnek a gyerekek. Ehhez segítségemre a OneNote volt, mint digitális tankönyv. Sokáig keresgéltem, megmondom őszintén. Ezt a felületet találtam alkalmasnak arra, hogy ilyen tankönyv jellegű, tankönyvszerű felületet hozzak létre. Szövegeket, képeket, linkeket, videókat helyezhetünk el, és formai szerkezetben lehet tördelni. Az egységes szerkezet érdekében megfelelő színkódokkal láttam el például az otthoni feladatot, máshogy jelöltem, mint az órai feladatot.
Minden évfolyamnak külön jegyzetfüzetet készítettem, és azt így külön-külön fel lehet linkelni, tehát a hetedikesek csak a hetedikesekét nyitják meg, tehát is egyszerűsíti a tananyag megosztás. Ami még nagyon nagy előnye ennek a programnak, hogy offline is lehet szerkeszteni, tehát amikor éppen nem vagyok internet közelbe, akkor is tudok rajta dolgozni, és ahogy internet közelbe kerül a gépem, rögtön szinkronizálni fogja. Csak néhány a betekintésből, tehát úgy néz ki, ez az offline, tehát az ottani az asztali felület, itt látjuk a különböző lapokat, itt, illetve bocsánat, jegyzetfüzeteket, különböző évfolyamoknál, itt életve csináltam neki például a szabaduló szobát, ez az escape code, ez szabadul a szoba. Itt a középső részben látjuk az adott évfolyamot, az adott évfolyam témáit, és a témán belül a tananyagokat. Igen. Minden témát a téma értékelése lappal kezdem, ez mindig legfölül van, és mindig tudják, a gyerekek akárhányszor megnyitják, hogy figyelmezteti azt, hogy utána tudjon nézni a határidőkre, illetve innen tudják megnézni az aktuális pontjaikat. Itt még azt látjuk, ez még tavaly fotóztam még a beadáskor, hogy van egy olyan, hogy rangsor, akkor még működött a BeDoBest oldal, azóta sajnos megszűnt, de helyette találtam ki más, ami nagyon jó visszajelzés volt a gyerekeknek éppen a gyűjtött munkáikról. Itt egy másikat, itt nyolcadikos évfolyamnak az értékelését látjátok éppen, mikor zárjuk le, ez most éppen lassan aktuális is lesz. És ami még majd újdonság lesz, hogy fölharagtam ide ezeket a tanulási útvonalakat, amiről mindjárt egy picit részletesebben fogok beszélni, illetve itt szeretném megmutatni egy oldalszerkezetet, amit tudnod kell, kötelező, ami még kiegészítő anyag, van videós segítség hozzá, órai feladat, illetve pontszerző feladat, amivel pontokat gyűjthetnek, amiről mindjárt egy picit részletesebben fogok beszélni. Szükségem volt arra, hogy két irányú kapcsolatot tudjak biztosítani mind a gyerekekkel, mind a szülőkkel. Ehhez én az Edmodot találtam a digitális osztálytermet legalkalmasabbnak, és mai napig azt mondom, hogy nagyon jól döntöttem, nagyon sok lehetőség van, mindenféle nagy cégnek is vannak a digitális osztálytermi, ott van a Facebook is, esetleg csak hogy mindegyik életkorhoz kötött. Az Edmodo egy zárt tér a tanuláshoz. Nem kell külön bizonyos életkort betölteni, nem kell szülői engedély, regisztráció. Először elkészítem a gyerekeknek az osztályát, és oda már is a gyerekeket beívhatom, csak egy felhasználói név meg egy jelszó szükséges. Teljesen magyar nyelvű, rengeteg lehetőség van vele. Én azt gondolom, hogy nagyon érdemes kipróbálni. Felülete hasonlít arra bizonyos közösségi oldalra, amire sokszor szó volt már, tehát a Facebookra, de nincs benne semmilyen reklám, semmilyen zavaró hatás. Lehetőségük van a gyerekeknek tanulói portfóliót kialakítani, nagyon jó zárt teszteket tudok készíteni, amit csak egyszer tud megcsinálni. Tehát itt ez nem gyakoroltató teszt, tehát ezért én például szívesen használok más teszteket is, például a Szókratívot vagy a Learning Apps-ot, de a számon kérés ez az Edmodos teszteket használom, mert az csak ott és csak akkor tudja a gyerek megoldani, mert időkorlátos. Lehet tananyagot bekérni, tananyagot kiküldeni, tehát azt gondolom, hogy mindenféleképpen megér egy komolyabb utánanézést. Én nagyon jó szívvel javaslom. Osztályokat tudunk létrehozni az osztályokon belül, kis csoportokat tudunk létrehozni, nagyon egyszerű a kezelése, ne tévesszem meg senkit, hogy ez még angol nyelvű, ugyanis szeptember 1-től lett magyar nyelvű, a nagy örömünkre, tehát most már nagyon kényelmesen szeretik használni a gyerekek. Naptár alkalmazást tudok beállítani, tehát figyelmezteti a gyereket a éppen beadandókra, illetve mivel két nagy cég szponzorálja, ez itt a reklámhelye, az egyik a Microsoft, a másik pedig a Google Drive-on levő anyagaimat is el tudom róla írni, illetve a Microsoft OneDrive-os anyagaimat is el tudom írni, és beépített PowerPoint, Word, Excel van benne, tehát hogyha a gyereknek éppen nincs otthon, mert sokszor találkozok ezzel a problémával, PowerPoint-ja vagy Word-be, és ez is magyar nyelvű. Tehát ez is elérhető innen, és rögtön menti a saját fiókjába, a saját portfóliójába. Begyűjtőhely, ugye, hogyha kész a munkája, akkor várom, hogy elküldje a gyerek, be tudok állítani időkorlátot, és
illetve zárulni tudom, akik azt mondom, hogy most már igen vége, most már nem küldhetitek tovább. És akkor ez az, amit én látok, azt látom, hogy tehát ott kisatíroztam a gyerekek nevét, azt gondolom egyértelmű, és illetve itt látszanak a pontszámok, amit kaptak az adott feladat beküldésére. Itt egy tesztnek látjuk az eredményét. Nagyon érdekes, hogy egyrészt ugye megjelenti a legjobb gyerekeknek a teljesítményét, másrészt pedig minden egyes kérdésnél, tesztfeladatnál grafikusan is ábrázolja azt, hogy hogyan teljesített az osztály. Magyarul, hogyha megcsinálok egy ilyen tesztet, akkor fel tudom mérni, hogy hol vannak a gyenge pontok. Vissza tudok oda nyúlni. Tehát ami leginkább nem megy a gyerekeknek, azt nagyon könnyen meg tudom jeleníteni, illetve utána tudok nézni. És akkor itt még egy érdekesség arra, hogy hogyan tudunk, nem tudom mennyire látszik a kivetítőn. Tehát itt például egy kislányjal cseteltem, nem. Szóval beszélgettem, kommunikáltam, kérdéseket tesz fel, és akkor én válaszolok neki. És ami nekem az igazán nagy kedvencem, az, hogy egybe látom a gyerekek teljesítményét. Témákba tudom tenni, itt be tudom választani, a témákba tudom külön emelni az adott feladatot, és abban az adott témában levő teljesítményét látom, és ki is százalékolja. Tehát nagyon jól áttekinthető az egész teljesítménye. És ami a lényeg, hogy nem csak egyedül vagyok, kollégáim is vannak, itt ezt az egyik gyereknek a kis saját lapjáról vágtam ki, hogy két kolléga is rajtam kívül, egy angol és egy fizika-matek szakos kolléga is dolgozik ebben az osztályban. Ugyanis most már nálunk ez úgy elindult, a tanárok között kapcsolat. És ami az előbb beszéltem arról, hogy a visszajelzésre a Be the Best-et használtam, ami nekem nagyon jó volt a gyerekeknek is, viszont az megszűnt. És felmerült az a probléma, hogy a gyerekek nem mindig tudják, hogy hol tartanak épp a tananyagban, ha hiányzik például, akkor ez problémát okoz. Ezt az ötletet, ezt a Finagorán láttam először, és most volt szerencsém megint a Finországba utazni iskolákba, és megerősítette abban, hogy igen, ez egy jó irány, érdemes csinálni. Ott nagyon fontos az, hogy nagyon fontosnak tartják azt, hogy a gyerekeket az egyéni tanulási útvonalokon segítsék. És ezt próbáltam, mondom, magyarítani. Következőképpen dolgoztam, egy Google táblázatot hoztam létre, aminek egy részét zárultam, mégpedig azt a részét, amiben én fölvittem a tananyagokat, mindjárt kinagyítom, és azt is fogjátok látni. A többi részét pedig, ahová a gyerekek is írhatnak, azt természetesen publikussá hagytam. A tananyagot elemi részekre bontva vittem föl. Mellé írtam azt, hogy hol található a tananyag, ez informatikánál igen fontos, de még a és ugyanis most már a más tantárgyban is próbálok dolgozni vele, örültek a gyerekek annak, hogy megtalálják, mert nekem az első kérdésük, amikor azt mondom nekik, hogy tundra, hogy hanyadik oldal. Hát most akkor ott van, tehát még ebben is segítem őket. A szerkeszthető megosztását tehát közzétettem, és az volt a kérdésem a gyerekeknek, ezt már tavaly két 8. osztályal, most pedig az összes 7. és 8. osztályal, akit tanítok, a szám szerint 6 csoport, így dolgozunk, hogy megnézi az adott, a legkésőbb az összefoglaló órán, végignézi azt, hogy hol tart a tananyagba, és jelölődi. Ők csak számokat írnak be, ugye egy feltételes formázásra beállítottam, hogy azonnal megjelenik a színkód, ami nagyon tetszik a gyerekeknek egyébként. Annyi az érdekesség, hogy ezt az 5-ös pontot, az, hogy segítséget kaptam, most már tudom, azt tavaly a 8-osok javasolták, mert hogy ott olyan kapcsolatok voltak az osztályban, hogy nagyon szívesen segítettek egymásnak, tehát fölálltak, oda mentek, és bármi probléma volt. Miért jó ez nekünk? Azért jó ez nekünk, mert ha látok egy olyat, mindjárt mutatom, itt pont ez az idei, ennél a témánál tartunk a 7-eseknél, igen, és ezt szeretném inkább mutatni, hogyha látok egy olyan problémát, hogy sárga, és akkor föláll, akkor tudom azt, hogy ennek a gyereknek segítségre van szükség, és oda lépek hozzá, megbeszéljük. Most mindjárt megnézem, remélem, hogy a biológiában még látszik sárga, mert tegnapi nap még volt, és akkor látni fogjátok azt, hogy valóban a gyerekek
önként, ilyet nem is az, hogy önként, hanem végig gondolják az egész tananyagot tulajdonképpen, és úgy pontosítok az egész tananyagról való tudásukat, és azt fogják nekem jelölni. Nem csak nekem, hanem a többieknek is, mert ahogy mondtam, lehetőség van arra az, hogy egymástól segítséget kérjenek. Kisebbeknek, 5.-6. osztályosoknak is kidolgoztam ezt, de sokkal egyszerűbben, ott csak annyira, hogy egy ilyen órai tevékenységlistát készítettem nekik, amiben közösen haladhatnak, de viszont az mindenki tudja, hogy vannak olyan gyerekek, akik gyorsabban vannak, akik kevésbé gyorsabban haladnak, vannak, akik önállóak, és már az óra elején kész vannak szinte az egész tananyaggal. Tehát ők kapnak egy egész témára való, mondhatjuk úgy, hogy checklistát, tehát ilyen tevékenység listát, amit folyamatosan dolgozhatnak. Itt annyit kértem tőlük, hogy jelöljék egy egyes számmal azt a tevékenységet, amit éppen befejeztek. Ki van törölve a név, azért látjuk itt üresen. Ez most megint csak egy élő dolog, ez a 5. C osztályból. A tevékenység listája. Van olyan gyerek, aki végig eljut a tananyag, az óra végéig, az óra végéig fel tudja dolgozni a tananyagot, van, aki csak a feléig, de azt tudja pótolni esetleg otthon. És hogy hogyan tovább? Természetesen természettudományos tantárgyakban is kipróbáltuk. Egy kolléganő már, egy fizika-matek szakos kolléganő elkezdett dolgozni velem, még nem teljesen úgy, ahogy én dolgozok, tehát nem annyira mélyre bontja le, de azt gondolom, hogy valahol el kell kezdenünk, és a gyerekeknek is nagyon szimpatikus. Biológiából úgy dolgozom tehát, hogy a tananyag kulcsfogalmait, összefüggéseit, feladat kijelölése fölviszem a táblázatba. Ezt papíron és online is megkapták a gyerekek. Mégpedig azért, mert megválaszthatták a tanulás helyszínét és módját, ezt az ötletet is Finországban láttam. Ez most egy ilyen szükség szülte alkalom volt, ugyanis a termemben most 3 péntek szombat továbbképzést tartottak, és kiszorultunk, nem volt több terem az iskolában, és kiszorultunk, és mindenki oda mehetett, ahová szeretett volna, illetve egy pici 15 fős számítástechnika terem volt még a rendelkezésünkre bocsájtva, és megoldottuk. Elmondtam a gyerekeknek, megmutattam, hogy Finországban sok helyen hogyan tanulnak a gyerekek, ahol megengedik nekik, és azt mondták, hogy hagyd, próbáljuk ki. És kipróbáltuk, és ami nekem nagyon nagy sikerélményt okozott az, hogy egy viszonylag nem annyira tanulni szerető gyerek azt mondta nekem, hogy felgyorsultam. És egy óra alatt 2 tananyagot földolgozott. Hogyan dolgoztunk? Tehát, ahogy elmondtam, biológia, hidegérkelet, övezet, kiraktam a legfontosabb kulcsszavakat, amit szeretnék, hogy megtanuljanak, megnézzenek, sőt, ki is jegyzetelik, hol találják meg, mit kérek hozzá elkészíteni, munkafizet 3. oldalán, hol találhatom meg. Mi blogot is készítünk, ezt tavalyi természet, aki tavaly volt, az esetleg látta a tavalyi projektemet. Azt folytatjuk most csak 7. osztályban a biológiai anyagból, illetve az ELA, az pedig a Learning Apps-os feladatot jelenti. Nagyon szeretik a gyerekek. Az előző témánkban például 40 darabot készítettek. Tehát itt jelöli. Igen, itt van még a fiúcska, ő volt, aki fölgyorsult, és vele megbeszéltem, és azt mondta, hogy igen, át fogja lilázni. Ezt mondta. Ötös átállítja. Itt van a fizika, itt tartanak még csak a kolléganővel. A kolléganő inkább úgy dolgozott, még úgy gondolkodik, hogy segédanyagokat ad a gyereknek, tehát minden témakörhöz keresett nekik videóanyagot, és a gyerek a megértés szintjét jelöli ebbe a táblázatba, és a matematika. Ez még nagyon friss, mert novemberben voltunk a finországi utazáson, és ott beszéltem rá, hogy ugyan próbáljuk meg együtt dolgozni ebbe. És most az a kérdés, igen, hogy átalakul-e a környezet, én szerintem, hogy igen, lassan eljutunk ideig, hogy itt vannak a fiúk, akik ők azok, akik bennmaradtak a terembe. Ők, akik úgy döntöttek azután, hogy nem tudom, hogy nektek mi a tapasztalatotok, nekem az a tapasztalatom, hogy mikor 45 percet végül a gyerek, utána kijön a folyosor, és megkeresi az első padot, ahová leülhet, és nyomhatja a telefont. És ezek a lányok például 20 percen keresztül azt mondták, hogy ők így érzik jól magukat, és így szeretnének tanulni. És ami én, nekem annyi volt a dolgom, hogy néha hogy sétáltam közöttük, és aki jelzett, oda mentem, és segítettem a munkafizeti feladat megoldásba például. És így is tanulhattak. És
És ugye azt kérték tőlem, hogy hogyan lehet adaptálni, erről beszéljek egy kicsit. Véleményem szerint bármelyik tantárgyba használhatják, hatékony visszajelzési formát, tanulási folyamatról, és ami nagyon fontos, hogy a bemutatott programok, applikációk eszközfüggetlenek, tehát telefonon, tableten is, vagy akár még papíron is használhatjuk. És akkor most egy picit visszakanyarodok a magyarhoz. Igen, az egyik magyar szakos kolléganő azt mondta, hogy hát ő neki ezt tetszik, akkor ő most megpróbálhatná. És csak annyi volt a teendőm, hogy van az az osztály, amiben közösen tanítunk, én informatikát, ő magyar, és egyszerűen csak megosztottam vele, más átmásolja a táblázatot, és már is tud ő is dolgozni vele. Remélem, hogy ez így sikerül. Köszönöm szépen a figyelmet, és itt vannak az elérhetőségeim, hogyha valakit esetleg érdekelne továbbiabban. Köszönöm.